itt azt azért tudni kell a karatéről, és azt mindig el szoktam mondani, és ezt hangsúlyozom. Tehát a karate egy olyan sportág, amely egyben egy életforma, amely a többi sportághoz hasonlóan nem minden sportág választható életformává. Persze nagyon sok sportág marketingból ezt mondja, de azért nem egészen így van. De mondjuk egy futást, egy úszást, azt életed végéig csinálhatsz, és életed végéig egy életszerűen űzheted. Úgy, ahogy a karatét is. Az egy dolog, hogy a karatéban van egy versenyzői pályafutása valakinek, vagy egy versenyzői időszaka. Ez mi azt szoktuk mondani, hogy az eltelt időhöz képest ez egy 10-15%. Maga a sportot azt 5 éves koromban kezdtem el, 1971-ben, és birkózással kezdtem a sportágat és maga a sportággal való ismerkedést. 8 évig birkóztam rendszeresen és versenyszerűen, és 15 éves koromban jött egy olyan sérülés az életembe, amely sérülés miatt abba kellett hagynom a versenyszerű birkózást. És akkor totál véletlen, váratlanul jött Orosházán, és maga Magyarországon is akkor már a karaténak a honosodása, és maga a Kyokushin Karate út 1981-ben tette le a lábát, és tulajdonképpen lépett be a városba, mint tömegsport szinten, és egy teljesen új sportágként. És ugye én akkor már gimnazista voltam, első osztályos gimnazista, és 1981-ben elindult októberben a Táncsics Mihály gimnáziumba egy tömegsport szinten az egészséges megőrzés és az egészség megőrzés megóvására történő tömegsport foglalkozás, ez volt a karate. Ez egy teljesen új sportág volt, ezt annak idején testnevelő tanárok indították el, illetve a volt edzőm, aki azóta már meghalt, és ő 3 évre rá 1984-ben meghalt, ő volt Debrecen István, tehát tulajdonképpen ő volt, aki Orosházán megalapította a karatét. Ő egy fiatal ember volt, ugye 21 éves volt akkor, és teljesen ismeretlenül egy fizikai munkásból és egy fizikai munkát végző fiatal ember volt, aki a karatét elkezdte népszerűsíteni Orosházán. Mellette ez nem tudott volna működni, és nem tudott volna elindulni a gimnázium tornatermébe, csak testnevelő tanárok támogatásával. És itt belépett a képbe két testnevelő tanár is, az egyik Károlyfalvi Elemér volt, a másik Bogár Miklós. Ők testnevelő tanárként adták a nevüket, de egyben sportoltak is, és próbálták ők is akkor a karatét népszerűsíteni, meg megismertetni a diákokkal. Akkor azt kell róla tudni, hogy akkor közel 300 fiatal indult el a legelső edzésen. Ez a 300 fiatal, ez ugye gimnáziumi osztályokból tevődött össze, illetve a gimnáziumi osztályok mellett szakmunkás képzőiskolákból, illetve felnőttek, akik becsapódtak az információk alapján, hogy indul a karate és indul a gimnázium tornatermébe, ezt lehetett látogatni. Tehát 300-an kezdtük el 1981-ben akkor a karatét. Így indult el a pályafutásom, én így kerültem a karate vérkeringésébe, és így kezdtem el a karatét, és tulajdonképpen így indult el nekem a karate pályafutásom. Egy birkózásból adódó sérülésből, illetve egy szerencsés helyzetből, azért mert egy tömegsport szinten elindult az oktatása a Táncsics Mihály Gimnázium tornatermébe. De legfőképpen ennek azért azt tudni kell, és ez egy előtörténete, hogy akkor, amikor 81-ben én elkezdtem a karatét, és ugye 84-ben szerencsétlenség miatt az én edzőm akkor meghalt, aki a Debrecen István volt, ő fiatal ember volt, és egy baleset által, egy szívritmus zavarból adódó betegségből kapott egy szívinfarktust. Akkor ott válaszút elé állították az akkori egyesületet vagy klubot, ami akkor közel 200-300 fő közötti létszámú volt. De hát fiatal gyerekekből áll többségében azért ez a klub. De ott az édesanyja és az édesapja összehívott egy rendkívüli, úgymond közgyűlést, ahol megválasztották azt, hogy kit szeretnének utódnak, vagy kit szeretnének edzősködni, hogy edzőként vállalja fel azokat a feladatokat, amit előtte a fiúk csinált. És az ugye azért is volt ugye egy válaszvíz, vagy lehet ezt mondani, hogy egy olyan válaszfal, mert hát mindenki azt hitte, hogy a testnevelő tanárok közül fogják kiválasztani azt az adott szemét, aki majd a klubot tovább fogja vinni, és a Pista halála után az edzéseket elkezdi tovább vinni. Igen, ám csak a történet nem így alakult. Tehát ugye akkor az a válaszfal, amikor választás volt, akkor a választás nem a testnevelő tanárokra esett, hanem rám esett.
És ugye ez azért volt nehéz akkor, mert akkor 17 éves gyerekként, tehát akkor ugye egy új feladat állt elő, és 17 évesen megválasztottak engem, és nem a testnevelő tanárokat, és akkor jött egy új kihívás. A szülők azt akarták, hogy én legyek a tréner, és rám bízták ezt a feladatot, és egy kéréssel álltak elő, hogy mindenféleképpen a gyereküknek azt a fajta munkáját, amit elkezdett, azt én vigyem tovább. És igazából ez egy olyan fajta kényszerhelyzet volt, aminél ugye nekem kellett egy ígéretet tennem, hogy igen, hát én megígérem a szülőknek, hogy igen, tovább fogom vinni az ő gyereküknek a munkáját, vagy amit elkezdett. Na és akkor így kezdődött el tulajdonképpen a kényszer és kötelező jellegű edzői pályafutáson. Tehát én nem igazából edző szerettem volna lenni, vagy nem edzőként szerettem volna dolgozni, hanem én akkor a gimnáziumban úgy tanultam, és úgy próbálkoztam, és annak függvényében próbáltam tovább tanulni, hogy jogi pályára megyek, és tehát jogi útra akartam menni, és én jogi pályán szerettem volna tovább tanulni, és ügyvédnek készültem, és ügyvédi pályára szerettem volna menni, de hát mivel ugye közben jött ez a fajta feladat, utána ez egy kicsit teljes mértékben átalakította azt a fajta gondolkodásomat is, meg tevékenységemet, hogy én elmenjek a jogi egyetemre, hanem automatikusan elkezdtem a karate edzéseket tartani szívvel, lélekkel, legnagyobb odaadással, és elkezdtem edzősködni.